Az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz csatlakozott a Tamási Könnyű László könyvtár is, ahol számos programmal készültek több korosztály számára. Ebben az évben 17. alkalommal kerül sor az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire, ami azt jelenti, hogy az október első napjait különleges és rendhagyó tartalommal töltik meg a könyvtárak. Természetesen azzal a céllal, hogy népszerűsítsük a tevékenységünket. Az esemény sorozatot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja, országosan összefogja ezeket a rendezvényeket, és egy adott tematika szerint kell fölépítenünk ezt a hetet. A szervezők az idén kiemelten figyeltek arra, hogy a megyei könyvtárak 70. születésnapjukat ünneplik, hiszen 1952-ben egy minisztertanácsi határozat rendelkezett arról, hogy a megyei könyvtárakat létre kell hozni, tehát ezen a héten valószínűleg ők is visszatekintenek erre a hosszú útra. Mi pedig szeretettel üdvözöljük a Szekszárdi és Gyula megyei könyvtár ünneplő kollektíváját. Az Országos Könyvtár Napok szlogenje az idén esély, egyenlőség, könyvtár. E köré építettük a heti rendezvényeinket. A gyerekkönyvtárban természettel, állatokkal kapcsolatos foglalkozások zajlottak, az állatok esélyeit szem előtt tartva. Az információhoz való esély jegyében képes úti beszámoló zajlott, mégpedig Isztambulba kalauzolt bennünket Kis Anna Mária és Győri Teréz. Ma este pedig szintén egy utazáson fogunk részt venni, egy zenés irodalmi utazáson, mégpedig Karintiába megyünk. Vendégeink Karinti Vera és Bornai Tibor. A meghívott vendégek történetekkel, dallal, zenével kalauzolták az érdeklődőket a Karinti család életében, öt Karinti és Én címet viselő műsorukon keresztül. Az ősei jelennek meg Verának, dédnagypapa, nagypapa, édesapa, és nagybácsi. Igen, nagy-nagybácsi, nagypapának a testvére. Nagy-nagybácsi. És Vera, ez így összesen öt Karinti, az én leszek. Nagyon sok mindent ki kellett hagyni. Azt hiszem, hogy egy ilyen estének az összeállítása az maga a kihagyás művészete. Ugye annyi mindent olvastunk mi tőlük, hogy hát sokat kellett gondolkodni, hogy mi maradjon ki. Nagyon sokat köszönhetek Tibornak, Dráninak, akit mindenki Drániként ismer a zenei világban. Ezt ő állította össze, és segítettem neki ebben. Nagyon izgalmas munka volt, sok munka van mögötte, és nagyon jó érzés, hát hogy... Meg Verának a memóriája, mert ugye ő neki személyes élménye van, Karinti Ferencről is, mint nagypapám. És az édesapámról, Karinti Mártonról is. Tudok személyes történeteket mesélni. És ez az este, ez többek között ettől lesz izgalmas. Az irodalmi esten Karinti Verának köszönhetően kedves emlékek elevenedtek meg az együtt töltött nyarakból, és többek között idézetek az elődök naplójából, mindez sok-sok zenés betéttel fűszerezve.